Ültök a lejárt lépcsőn, én ugye Abaddon professzor, mint a kezelőtök intézi. Már ott áll, nyitva az ajtó, ha bármi utolsó kérdés még van, akkor most van itt az ideje, különben indulás lefelé. Indulunk be? Hát én Kasmirtól azt tanultam, hogy ne kérdezzünk, csak üssünk, szóval lefelé. Én azért megkérdezném a professzortól, hogy a jegyeken kívül van-e valami egyéb jutalmazás, tárgyi vagy anyagi? Vagy a felderítők azért mennek le, hogy felhozzanak érdekes dolgokat, amiket utána a város tud használni. Azoknak nyilván az teljesen külön van, most tettek az a dolgotok, hogy akármi probléma van, az meg legyen oldva. De ami jó cuccot fel tudtok hozni, az mind érdekes és érdekes lesz. Rendben. Felhozunk minden érdekes. És még egyszer, pontosan mi a cél, hogy öljük meg ezeket az entiteket? Legyen megoldva a probléma. A jelenleg a probléma az, hogy undeadek vannak az útban, és a felderítőink nem tudnak mélyebbre menni. Okay. Legyen megoldva, hogy ne legyenek undeadek az útban. Csináljátok úgy, ahogy akarjátok. Érthető? Akkor járjuk. Ja. Igen? Ja, semmi. Nem. Hát akkor előre, és Démin elindul. Ja. Ott van nálatok, szerintem kaptatok mindannyian egy-egy példányt az ismert részeket feltérképezve. Ez gyorsan levezet. Főleg itt az első szinteken a nem barlangokban mászok, inkább minek nevezik ezt magyarul? Maintenance tunnel-ek? Ezek a szerelő folyosók tűnnek, ugye csövek futnak végig a folyosón, itt-ott szelepeken jön ki forró gőz, valami gépek kattogását lehet hallani itt-ott valahol. Azért látjuk, hogy ez az a maradék a régi Heldurának, ami a fenti modern életet lehetővé teszi. Én annyit szeretnék, hogy rögtön igazából, ahogy már nem látjuk a professzoréket, mert bent vagyunk, szeretnék felvenni egy botot, rákötni a cérnámnak a végét, és valahova a csövek közé beszoríteni, hogy ott maradjon, és ahogy elindulok, így hátrafelé engedem ki. Türelmet kérek közben. Mondja azt. Van valami fákjánk, vagy valami? Vagy mindenki lát sötétben amúgy? Igen, hát, én bele se gondoltam, hogy ti nem láttok, szóval. Még jó, hogy adtam 5 nap felkészülési időt. Igazából, ahogy beljebb megyünk, és látom, hogy sötét, mondom, hogy nektek nincs sötét ide lent, én nem nagyon látok. Oh. Jó, azzal rendület. Kicsit szürkület van, de teljesen jó. Ja, szed, mi látunk a sötétbe. Tímel, hogy te is. Ami ezt illeti, igazából nekem is van rá egy módon, van egy varázslat, amit már nagyon régóta megpróbálhatom, és lehet, hogy Sebastian egy kezébe fogja, hogy és elkezd nagyon koncentrálni. Eltakarom a szememet. És kicsit így lecsöppen egy kis verejték, hogy koncentrál, mormog valamit, és hirtelen a botnak a vége elkezd picit halványon villózni egy fénnyel, ilyen kicsit lilás fénnyel, és ez hirtelen nagyon-nagyon felvillan, aztán visszamegy, és 3 kis gömb kiemelkedik belőle. És ahogy kiemelkedik, nagyon elkezd liegni, hogy sikerült. És ahogy ezt mondja, elkezdek, mint a kialudnának, így vibrálnak egy picit, és így nem. És aztán visszaállnak, és körülötte lebegnek. Sikerült. Oké. Most már látni fogunk. Épp. És a dancing. Ahhoz képest, hogy nem tudsz varázsolni, ahhoz képest eddig minden egyes helyzetre volt varázslatod. Én ezt szoktam használni otthon, amikor este ki kell menni elintézni valamit a ház körül, vagy valami, ezt nagyon régóta gyakorlom. De köszönöm. Igen, egész büszke vagyok erre. Szép. Igen.
Igen, és viszem magammal őket a fejem fölött. Néha az egyik lemarad, akkor hátrafordulok, és hogy koncentrálok, hogy odajöjjön, de úgy megyünk tovább. Szeretném megkérdezni Ambrúziát, hogy ő is hallja ezt a háttérzajt, és szerinte mi ez? Ezek a gépek? Igen, igen. Miféle gépek lehetnek itt, aminek így a zakatolását halljuk? Nem tudom, lehetséges, hogy... Gondolom vagy a város gépeket alatt... hallasz csak, mert... Dobhatunk rá, Tamás, hogy esetleg pontosabban halljuk? Persze. Hogy csak hallgatni akarod pontosabban? Hát, hogy hát meghallom, hogy ez a maguktól működő gépek, vagy bányászó törpék. Dobj history, aki akar. Én mindenképp erről biztos hallottam. Ja. 20-30 perc. Csak nagyon jól működik. Ah, és magamnak dobtam, de 9-et. Így Drána és Ambrózia közösen elkezdi mesélni, felváltva, egymást kiegészítve. Egy-egy szóta mindig. Ez minden, ami lehetővé teszi a városnak a működését, és ami itt a város az egyik legnagyobb kincsének tart. Ezért így a felsőbb szinteken valószínűleg itt ott fogtok még találkozni szerelőkkel, őrökkel, vegyesen, akik folyamatosan vigyáznak rá, hogy minden lehető legfolyékonyabban menjen. Talán nem a legjobb szó. Ezek még a régi második bukás előtti városnak a mindmáig működő maradványai. Ami azt jelenti, hogy mivel nem mindenki tudja, hogy ezek hogy működnek, csak annyit tudnak megoldani, hogy forogjonnak tovább a gépek, de ha valamelyik elromlana, akkor ezt nem biztos, hogy lehetne utána pótolni. Ezért ezekre rendkívül vigyáznak. Ha valamelyik egy kicsit elakad, azt megolajozzák, hogy forogjon tovább, de az nem is lehet mindegyikről tudni, hogy melyik mit csinál. A lényeg, hogy forogjanak, és akkor addig mindenki jól jár. Wow, azt az ügyül, hogy mit csinálnak a gépek. Ez érdekes. Némelyikről lehet tudni, hogy vizet szállít a városcső hálózatába, azok az egyszerűbbek, de sokkal több gép van, mint amúgy csak ezekre vonatkozzanak. De nem tudni, hogy ha az egyik leállna, akkor az mi történne. Jó, csak forogjanak tovább, és addig mindenben lesz. De annál mindjárt leállítja az egyik. Vannak például hát kutunk bele, beljebb. Volt az egy kérdés. Vannak őrök a közelben? Biztos találsz olyan helyet, ahol nincsenek. Oké. Okay. Szeretnél csinálni valamit? Nem. Érdeklődik. Haladtak mélyebbre egyik folyosóról a másikra, minden elágazásnál, minden soroknál kis táblák lógnak a falról, vagy bele vannak vésve itt ott a falba, hogy kijárat erre, PX folyosó arra, blablabla. Bla, bla. Azért látjuk, hogy itt az ismert részeken azért elég jól ki van táblázva. A térképen is az ujjatokkal tudjátok követni, végig az egyik folyosó, a másikon, aztán itt a az egyik folyosónak a betört falán ki kell ugrani az egyik csőre, ami keresztül vezet egy ilyen nagyobb szakadék fölött, tehát a másik. Egy kész labirintus, ami éppen átmentek. Egy ponton rá kell állni egy hatalmas fogaskerékre, ami csak átfordul egy másik szakadék fölött, amit a másik oldalon ellenlépve tudtok tovább menni. És hát rámegy egy jó, majdnem egy nap, amíg eléritek egyáltalán a felképzett részek határát. Nyilván egyre messzebb, egyre mélyebbre mentek. És egy idő után elérkeztek ahhoz a részhez, ahol kint áll a tábla, hogy ismert terület vége. Előttetek csak egy hosszú-hosszú folyosóval.
a sötétbe veszve. Hallunk bármiféle zajokat, mondom. Vagy tudjuk, hogy amúgy ide jutottak el, vagy tovább jutottak el az előzőek? Hát valahonnan a folyosóból jöttek vissza. Lehet, hogy beszéltünk volna azokkal, akik visszajöttek. Most már... Jó, kaptatok 5 napot. Mondom, így elgondolkozom. Felesleges. Menjünk tovább. Megoldjuk. Tényleg, tessék, itt van 5 nap. Oldjatok, legyetek kreatív. Induljunk el azonnal. Varis csinált szentelt tizet. Ezért nem mondtam, megvettem egy kalapácsot. It's something. Szebb nagyon lihegve áll előttetek, hogy fokozott tempóban jöttünk eddig. Ja, menjünk, mehetünk. Ja. Úgy elindult magatok mögött hagyva a még itt ott kivilágított részeket. Egyenes ember legnagyobb sötétbe. Újabb és újabb belágazásokat találtak, hogy erről a főfolyosóról lemennek. Ott is látszanak a kis bevésett jegyzetek, amit az előző felderítő csapat hagyott, hogy megvizsgáltuk az első 200 métert, egyenesen megy tovább, vagy másik, hogy 50 méter múlva 3-as elágazás. Én ezért szólnék. Igen? Akinél a fonal van, Szebb. Nem kéne most elkezdeni ezeket letenni? Biztos, ami biztos alap? Igazából letettem már a feltérképezett részbe is, de igen, most ahogy ezt mondod, Szebb megint csak felvesz egy követ és rákötözi a szalagot, ahol tört, és a fonalat, ahol tört, és ledobja az egyik sarokba, hogy mostantól is induljon egy rész. Kötélnek. Ja. Hogy... Tudjátok, hogy... mi az? Magán a főfolyosón találtok egy kis jegyzetet, hogy 20 méter múlva szakadék, a palló a fal mellé van fektetve. Tegyétek vissza, miután használtátok. És valóban találtok egy hosszú pallót a fal mellé fektetve, majd nem sokan később egy szakadékot. Csak így ezen a 10 láb széles folyosón egy mély fekete gödör. Ahogy akárhogy próbáltok belevilágítani, nem látszik az alja. Jó. Hát igazából átrakjuk rajta a pallót, mármint gondolom. Persze ott a palló, tehát ezt már megoldották az előttetek jövők. Milyen széles ez a palló? Hát lévan egy deszka. Annyi, hogy egy ember úgy kellemesen át tud sétálni rajta. És elég strapabírnak tűnik amúgy. Ó, igen, tehát ez... látta már építkezési deszkát? Na, hát az jó, amire hát nem tudsz pakolni pár száz kilót, sőt, többet is. Ez el fog bírni szinte bármit. Oké. Jó, hát Damien fölkapja, aztán megpróbálja átrakni, hogyha elbírja. Persze, tehát ez nincs nagy erőfeszítés, ez megmondom, hogy csak annyi a kérés, hogy ne hagyjátok rajta, mert... igyekszek előre menni is. Tehát csak annyi volt az üzenetben a kérés, hogy ne hagyjátok a lyukon, mert ha bármi probléma után folyton beleesik, akkor az szívás. Mielőtt rálépnék, azért így hátra nézek, hogy hoztatok kötelet? Mindig van nálam kötél. Remek, akkor szerintem ezt most kössük hozzám. És akkor átmegyek. Biztos, ami biztos. Jó. És rád kötözöm. Aztán pedig a kötél másik felét odaadom a többieknek, meg én is megfogom. Jön, az egyik Dancing Light-ot átküldöm a másik oldalra, hogy lássam, hogy hova megyek. Ha látszik, maga a szakadék nem hosszú. Egy 15 lábnál nem hosszabb. Ezért
a világ vége, csak nyilván, hogyha sötétben jönne valaki, akkor ez probléma lenne. Viszont a szakadékon túl meg egy jó 10-15-20 perc eltelik. Én szeretném felállítani a deszkát, miután átmegyünk rajta. Jó. És ledobni a mélybe. Itt halunk meg mind. Tehát 20 perccel később a Dancing Light-jaidnak a fénye ráesik egy hátizsákra. Nek látszik, hogy ki van szakadva az oldala, vagy valami feltépte, a szíja is el van szakadva. Látunk, hallottuk ezzel valamit? Vizsgáljuk meg ezt a látványt, meg a környező részeit, ahogy látunk-e valami. Survival check-et kérek. Valaki. Egy valaki dobjon advantage-el, vagy ja, ne, megvisével. Akkor nem én dobok, azt te mindenkitől kérsz. nem. Nem. Ez így jó. Nice. Ambrosia megolja. Igen, Damien és Ambrosia oda Google fölé. Damien előveszi a napszemüvegét, amit tökre van nála, hogy menőn nézzen ki, miközben nyomoz. Kurva sötét van, úgyhogy nem lát semmit. Canon van nála. Megbeszéltük. És amíg nagyon menőn néz ki mellette Ambrosia, addig te meg tudod nézni. Azok ugye a szakadás a táskán, mondjam, látod, hogy nem penge okozta. Ezt egyszerűen valami megfogta és húzta. És csak ez a húzás elszakította az anyagot. De amilyen erős anyagból van, valószínűleg azért nem egy... ez egy komoly erőfeszítés volt ezt így feltépni. A tartalom alapján látjuk, hogy azért ez is Trixhaven hallgatóknak volt a Olmia. Valószínűleg hátra kellett hagyniuk, amikor elhagyták a helyet. Szakadás alapján valószínűleg nem éppen békésen menekültek el. Leemelem a hátamról a kalapácsot, és így körbenézek el. Azt javaslom, hogy legyünk innentől kezdve óvatosak. Valószínűleg eddig jutottak el az előző csapat. Találtál benne, hogy ki lehet vissza kéne vinni neki? Egyáltalán van benne valami? Van benne valami? Talán használhatjuk. Igen. Nem látok semmit a napszemüvegből, valaki mondjon információkon. Hey, Ambrosia, mondd, hogy mit látszik, meg majd mondom a többieknek nagyon menőn. Ja, a táskának a belsejébe, a táskaszájában bele van varva egy név, gyorsan leírom nektek. Ivy Birch. Ezt elolvastam hiszen. Az így eszünkbe jut, hogy az előző csapatnak a tagja volt ez az Ivy Birch. Életben van-e valószínűleg? Tudom, nem mentünk-e velük beszélgetni, de hátha. Azt hiszem egyik ötök sem jár közös órára vele. Valószínűleg azért a bulin lehet, hogy csak futólag összefutottatok vele. Ő egy... mi az? Egy human nő, aki főleg artificer órákra jár. És ja, ugyanúgy első éves, mint ti. És tűnik, hogy itt hagyta a Holmiát. Aha, de ő még életben van. Ó, igen. Amit tudni róla, főleg a táskája tartalma alapján, ami az üres papírén és a fel nem használt jegyzetíróin kívül, nyilván felderítéshez használt volna. Ez benne két kis dobozt. Ilyen kis, pici, hengeres fém cuccokat találva benne. Amik mind mintha vibrálnának mágikus energiától. Ez nem titkos dolog, hogy mi ez. Ez azért elég széles körül ismerős. Főleg Damiennek. A városőrsége is sok ilyet használ. Ezt úgy hívják, hogy pisztolygolyó. Csak nyilván egy mágikus módon elkészítve. Ilyen a tűzfegyverek, amiket használnak, azok ilyen
előre betöltött energialövedékeket lőnek ki. Eyeburch pedig, mint Artificer hallgató, ezekre specializálódott. De úgy tűnik hátra kellett hagyni a lőszerét. Szóval a pisztolyt azt nem találtuk. Nem, nem. Felírom magamnak, hogy ávű felszerelés, elpakolászom, hogyha... Jaj, ezt mindenféleképpen vigyük el. Biztos jó jönne, hogyha visszakapná a cuccait. Hát jó, az a lényeg, hogy őnek is sikerült elmenekülni, ezt majd visszadjuk neki. Ez is egy pluszpont lesz legalább. Legyünk óvatosak, és most már kalapáccsal kezembe sétálgatok. És akkor mész alól? Damien-nal? Kérdés, Damien, te leveszed a napszemüveget? Never. Csak a felderítéskor veszem fel a napszemüveget. Értem. Á, megyek elő a hang. Jajajaj, amilyen jövőcsöket dobott az Ambrózia, aztán ilyen... Szervagyod. Ilyen akrobatikus mozdulatokkal halad előre, csak így illetetten nézem egy pillanatig, aztán így szépen lassan elkezdek mögötte menni. Nézem vadul a tájat, próbálok bármiféle élvezem, hogy végre kiszabadulhattam a természetben. Én Varys mellett megyek, és nagyon fogom a varázslókotomat, és itt nagyon nézek össze-vissza, és egy kicsit behúzom a vállam. Maradj közel szebb, és minden rendben lesz. Oké. Vigyázzunk egymásra. Igen, igen, minden rendben lesz. Csak pár élőhalott, semmi extra. Ahogy mentek előre, főleg ti ketten ott elől. És elsősorban Ambrózia. Oh no. Hogy csak lépsz egyet, miért így megállsz, hogy valami nincs rendben. A cipőd, a talpad nem poppan úgy ezen a köves felületen, mint ahogy szokott. Valami puhára lépsz, és olyan otthonos. Ahogy lenézed, és a talpad alatt moha van. Egy vastag moha takaró. És ahogy kicsit kiterjed a fényeitek, hát hogy a falat is moha borítja. A plafonról pedig fű lóg. Á, a természet utat tör magának. Mondom, és így megsimítom az egyik kezemmel a mohát. Tudjuk, hogy a vaskos zöld enyhén nedves, ahogy annak kell lennie kell. Öltetek a fű, ez a hosszú dús, majdhogy nem pázsit. Az a fű az nem furcsa, hogy ott fent van egyébként? Ezt tőlünk kérdezed már? Tamástól. Normális esetben az lent szokott lenni, amennyire én tudom. Aha. Jó, tehát hogy akkor nekünk is egy kicsit furcsa. Az a fű olyan érdekes odafent. Mutatok a többieknek, mert tudjátok, a fű az lentről nő alapvetően. Wow, te tényleg sokat tudsz a természetről. Nem hiába. Nekem alig tűnt fel. Professzor Witchell nem mondott valamit ilyesmiről? Tessék? Professzor Witchell nem mondott valamit? Igazából kevés óráján vettem részt mostanában. Főként Pennyvel bandáztunk. Lehet, hogy több szörket van lennem. Majd dobhatok Tamásra valamit esetleg, hogy hát, ha valami... Mit dobjak? Vagy Elizzy Survival? Nature? Legyen Nature vagy Arcana. Vagy History. Ez is egy olyan dolog, amire nagyon sok mindenből rá lehet jönni. Rád bízom, hogy miben vagy jó. Mindenben jó vagyok. Az igen. Nice. Tehát, ahogy korábban említetted, igen, a fű lentről szokott nőni. De ugyanakkor a világ, hogy mondjam, mostanában egy
Elég elbaszott időket él a bukás óta. Nyilván regenerálódik, de hát itt-ott nincs rendben. Itt-ott furán működik a mágia, furán állatok mászkálnak, furán nőnek a növények. Úgyhogy tudja, lehet, hogy itt is valamiért egyszerűen felfordult. Mert ugye a szószoros értelmében felfordult a természet. Vagy szószoros értelmében felfordult a folyosó, és eredetileg lent volt a vízél. Lehet, csak egy itt a gravitáció furcsa. De biztos, hogy itt valami nincs rendben. Ajaj. Kiveszek egy, felveszek egy követ, és egy kicsit feldobom. Eltalálja fönt a üvet, a tombán puffan, majd visszaesik a bokád mellé. Jó, ez nem olyan hatásos gyakorolt, mint amit sejtettem. Jó, mehetünk tovább, de itt ne csodál, ne lepődjetek meg, hogyha nagyon furcsa dolgokkal fogunk találkozni. Már az is furcsa, hogy hol vannak az élőholtak. Nekünk élőholtakat ígértek. Menjünk tovább, és hát találkozunk velük. Haladtok tovább. Szerintem már közben is indult. Ja. Haladtok tovább, így, hogy Damien egy kicsit előrébb van. Ambrose, neked látszik a legjobban, hogy egy kicsit esetlenül jár. Kicsit, mintha fordulna a maga a folyosó vízszintese. Hogy magyarázzam ezt a legjobban? Legegyszerűbb lesz egy rajzal. Vagy egy dallal. Jó! Elfordult a folyosó. Nem tudok énekelni, főleg nem improvizálva. Ez egy Disney movie? Nézd, tehát hogyha... Ez egy high school musical. Lin-Manuel Miranda írta a dalat. Igen? Ez itt a folyosó keresztmetszete. Ugye ezen mentek végig. És... Nekem teljesen fekete, de... Mi? Jó. Igen, nekem eddig is fekete volt, azt hittem, hogy csak nincs map. What? Nekem csak ez az egész. Nem kéne, hogy fekete legyen. Rossz tájájátok, szerintem. Nem, csak az alaptérképen vagyunk, de már be van kapcsolva. De nekem van Dark Vision, nem szóval. De hát ezen a mappen nincsen Dark Vision. Te be van nyomva. De neki van, jó? De én látok. De van, hogy itt nem kéne, hogy legyen. Ugye megjavítom, mert akkor bekapcsolom először, és utána meg kikapcsolom. Én Windows dolgok. Javítás. Most jó? Jó? Igen. Nem tudom, miért gondolta, hogy ide szét kell rakni. Na, tehát, hogyha ez a piros kereszt, ez a keresztmetszete ugye a folyosónak, és viszont így, hogy Davian egy kicsivel előttébb van, és bocs, kiraklak onnan, hogy tudjak oda rajzolni. Az ott Damien. Handsome. Milyen életű. Viszont látszik, ahogy kicsit esetlenül jár, mert ahogy elfedül a folyosó. És egy kicsit az egyik lábának nyilván magasabban van, mint a vár. Aztán fordul tovább. Mint hogyha csavarodna a folyosó. És egyszer csak már a fű a falon van, nem pedig a plafonon. De ahogy csak mentek tovább, egyre tovább tekeredik, mintha spirális lenne a folyosó. Új, ez egy GIF? Nem. Csak mozgatom a kockát. Csak egyszer. Igazából csak nem akarok bregelni a GIF skilljeimmel. Hát, hogy átértünk a föld közé. És érzitek ezt? Megy a fal. Mármint, hogy nem a fal mozog, csak ahogy mentek előre úgy. Mármint, hogy... Hogy mondjam? Egyre közelebb van a fű a jobb oldalamhoz. Elképzelhető, hogy a gépek időről időre szépen lassan mozgatják a folyosókat. Nem inkább úgy néz ki, mintha egy kicsit maga a folyosó kanyarodna, de nem aktívan mozog, hanem csak ahogy megyünk egyre úgy inkább fel. Ja, de előbb fenn volt a film, most meg oldalt van már. Igen, és hátra nézek, és visszaviszem egy kicsit az egyik gömbömet, hogy ez a fű az oldalról szép lassan ugye felkanyarodik a tetejére, ugye? Aha, hát éppen fel van tekerve, csavarva a folyosó. Úgy tűnik, mintha ez csak egy ilyen, mintha kicsit forogna maga a folyosó.
Nem tudom, mit jelent mondjuk, nem vagyunk előrébb ettől az információtól. Minden esetre a nagyon menő. Érdekes. Igen, igen, igen. Felfedezni vagyunk itt, ez már egy felfedezés. Hmm. Ami ezt illeti, és előveszek pár papírt, és elkezdem ezeket feljegyzetelni. Hmm. Viszont ez szerintem ez valami újabb lehet, mert vagy valami nagyon nagy anomália van itt, vagy valami újabb lehet, mert amúgy a főrend nőtt volna. Igen, szóval nem elég történt ez az elfordulás, arra gondolsz. Vagy az, vagy valami mágikus, erősen mágikus dolog lehet. Nem hinném, hogy valami természetes dolog lenne. Mert a tárgyak láthatóan látjuk, hogy lefelé esnek ugyanúgy, ami nekünk a lefele. Megtartva még a legutóbbi 25-ös survival-edet, akár hogy nézed a mohát, a füvet, ahogy haladtok végig rajta, egyáltalán nem látszanak rajta a lábnyomok. Sem bakancsok, sem csontnyomok. Semmi. A miénk meglátszanak? Ami a tiédek ott vannak, ahol begyomódtatok. Taladjunk tovább szerintem. Ez valamiféle teljesen új terep lehet. Izgalmas. De hogyha még nem járt itt az a csapat, akiket megtámadtak a csontvázak, vagy miért voltak, akkor jó helyen vagyunk egyáltalán. Igazából, hova tűntek a csontvázak? Lebeugortak a gödörbe. Vagy elnyelte őket a moha. Csak meglátom. Hú, ez felettébb érdekes. Mit mondasz, Kalauz? Előre, tovább? Én vagyok a Kalauz. Te vagy a felderítő. Ja, szerintem most jobb ötletem nincs, bár... És így előhúzom a kardomat egy pillanatra, és így szeretném beleszúrni a földön a mohába. Igen, mennyire mélyen megy le? Tudom, 2-3 centi, miután koppan a kövön. Jó, szerintem menjünk addig, ameddig a füle nem ér a földre. Valószínűleg ott fogjuk megtalálni azt, amit mi keresünk. Van egy olyan tippem. Úgyhogy nem annyira hú de mély ez a moha, hogy elnyerhetni a élőholtakat. Oké, oké. Akkor előre. Nagyon izgalmas, menjünk. Hogy haladtok előre? Egy idő után, ahogy lefordul a fű, már az alsó szintre, ott kicsit kiszélesedik a folyosó, és látszik, hogy egy lefelé menő lépcsőn borít be a fű. Ahogy úgy jön, hogy itt egy lentebbi szintre vezet le a folyosó. És akkor itt már a fű alul van. Igen. Hát, hogy a megfelelő helyén. Látjuk a lépcsőnek az alját? Úgy éppen, hogy a világítás határán, de igen, egy ilyen, nem is tudom, 20 lábat vezet le. Ribelius. Jó, hát óvatosan, de megindulok, nehogy csúszson, vagy ne is legyen a lépcső. Ja, jó terv. De sajnos nem én jöttem ezzel az ötlettel. Kérek valakitől perception check-et. Megint a szokásos, vagy egy ember, kettőt dob. Kicsi, én meg sem merem nyomni, szóval csináljátok. Hát dobom én akkor egyet. Akkor dobom advantage-el. Gyerünk, Ambrózia. Tudom, hogy nem bölcs most vagy. Már, ha nem 20-as dobok, akkor már alul teljesítek. Megint. 16. Mi lehet volna, hogy megint kidobsz egy nagy 20-at? Az nagyon gyanús lett volna. 16. Hogy mondjam? Hallasz valamit, ahogy valami megmozdul. Nagyon ugyanolyan, mint amikor a ti lépésetek mozog ezen a fűben. Hogy itt a kanyaron túl valami megmozdult. E,
oda szólok, hogy hello, ki van ott? Mérkezik válasz. De mozog tovább? Ó, csak egy pillanatig tartott. Damien előveszi a Warhammert és megkérdezi Ambrosiától, hogy honnan hallottak. Te az előttünk a kanyarnál, mint hogyha valami megmozdult volna. Lehetséges, hogy van még itt valaki. Mert azért volt a gondolom ránk rohantak volna. Akkor így, ahogy meglátom, hogy Damien nőn elkezd készülődni, én is így akkor előveszem a pajzsot, meg a szimitárt, és így bicentek felé egyet, és szépen a sár indulok előre. Ahogy Varys el akar indulni, kicsit utána szólok, hogy hey, Varys! Te nem tudsz véletlenül fényt csinálni, mert én nem tudok másra koncentrálni, ha ezeket aktívan tartom. De hogy neszed. És az a lendülettel megérintem a pajzsomat, és a pajzsom hirtelen elkezd fényt árasztani magába. Köszönöm. Éppen 30 rendőr ült vele a házunk előtt. Én is hallom őket. Szeretnél lecsatlakozni? Tamás, te is sztorjánba laksz. Itt rakok amúgy tőled egy, nem tudom, 15 percre. Nálunk konkrétan most mondta Veronika, hogy nézek tehát 15 autó el, de mehet egyébként. Egy pillanat türelmet kérek. De esetre, mikor akkor itt fénybe borítod a pajzsodat. Ja, ideig hallom a szirénákat. Elismerően rád nézünk, hogy lehet menni. Yes. Nem lesz. Így van, világító pajzs, remélem magamra húzok mindent. Én is. Ne aggódj, kedvezlek. Tudod, közben is suttogom neked, hogy ha a pajzsom világít és a fényre mennek, akkor a pajzsomat fogják megtámadni. Milyen menő stratégia. Ez se Kormi tanította. Mit tanít ugyan Kormir? Kazimír, vagy mi annak a neve? Nem tudom, én már csak Kasmérnek szoktam hívni. Olyan sejmes tanár úr. Olyan sejmes az érintése? Kardjának? Ó, itt az esküvő mégse velem lesz, úgy tűnik. Gyorsan kikerültem két hibát. És valamelyikünknek a karakterét kitörlít. Ja, kisugnak a Discord szerverről. Nem játszik el még egyszer ezt a gay kapcsolatot. Csak ezt is kikapcsolom. Utána elmentem. És mindjárt. És Vadriken lesz lent. Ja, és kiderül, hogy csak Vadriken ide nem csörözik a haverjaival. A moha pedig hát csak úgy... lenne. Ja. A haverjai amúgy élő holtak. Ja, és mellesleg élő holtakkal bulizik, igen. Ja... Nem, ezt kell írnom így. Most. Én jelent nem is jelöpődne meg. Oké. Most korrekt. Ja. Tehát akármi mozdult meg is, nem válaszolt a hívásodra. De ugyancsak ezek a sötét folyosók nyúlnak ki előttetek. Hát akkor megindulunk. Varysszal válvetve, elindulunk elől. Teknős alakzatban. Igen. Ambrózia, milyen messziről hallottad a hangot? Itt volt rögtön a kanyarban. Itt akkor elmentünk már kanyarig, látunk valamit így ebbe a 40... Ez 60 feedbe, ameddig ellátunk. Szóval, hogy annyira menő survival check-et van, hogy az még mindig kitart. Remélem nem a te házad ég. Itt már látszik a lábnyom. Ez a nagyon keskeny, nagyon csak a sarkán és a ezelől benyomódott. Ez egyértelműen egy csontváznak a lábnyoma itt a benyomódott földben. Akkor közel kicsit vagyunk, följebb, előre. Így följebb rakom a páncélt, vagy a pajzsot elém. Itt lesznek.
Már neked is van pajzsod, vagy az én pajzsomat pakolázod? Nem, nem, nekem is van pajzsom. Ja, jó, jó, jó. Magam én húzom a viszok a pajzsát. Én is megfogom a pajzsát. Egyszer csak így megfogod a pajzsom tetét, és följebb húz a 10 centivel. Jó. Akkor megyünk tépen lassan előre. Nem tudom, hogy... hogy tudunk-e még valamit csinálni, azon kívül nagyon figyelünk. Hát, ha bármi lopakodásnak, vagy hallgatózásnak, vagy egeféléknek van most az ideje, ha akartok ilyet, aha, vagy csak mehetek előre. Jó. Hát én megkérdezem a többieket, hogy rájuk akarunk-e lopakodni. Szerintem a páncéljaink hangosak lesznek, de megpróbáljuk, persze. Akkor hát, hajrá. Te, Damien, te plétbe vagy. Egy 20 másodperc is megmondom. Skillmailben vagyok. De a disadvantage-et. Az disadvantage-es. Ó, akkor valószínűleg nem fog sikerülni. Megpróbálj. Én bízom bennetek. A survival lett. Ja, nem értem, Peti. Akkor is 17 a kocka, csak ad hozzá a módosítódat. De nem jó, mert disadvantage-e. De egy pillanat. Jó. Akkor csak dobj. Ha! És 17-17, tessék. Csak azért is nekem van igazam. Jó van, DM úr. Én meg az utolsó lépcsőfokon megcsúszok, és hogy leesek kicsit felkeltek, hogy áh! Tényleg, ja. Szerintem jó vagy. Igen, minden rendben, csak kicsit megcsúsztam. Ah, és ahogy ezt mondom, Damien is megcsúszik. Igen, igen, igen. Kétszer is. Nem, véletlenül. Ja. Gyerünk, Donald, dob te is egyet. Ez a group checknek számít? Aha, technikailag még sikerülhet. Oké, okay, nem horribilis. Én, hogy felsegítitek az elesetteket, és követitek a nyomokat. Hamarosan az alsóbb szinten, a sűrűbben elágazó folyosókon viszont eljutok egy jobban szétnyíló teremhez. És ahogy a fény beteríti a termet. Mármint a mi fényünk, vagy a teremben igen, van fény? Nem, Varys pajzsának a fénye. Itt egy reflektor, megyünk előre nagyon csendben. És ugyanúgy ezen a füves mohás padlón, a fal mentén, meg itt ott a teremben csontvázak látszódnak. Mozdulatlanul a falnak dőlve, vagy a földön fekve. Hány darabot látunk? Úgy nagyjából. 48. 9. Hát ez 9-et csak úgy itt ott ülve fekve. Meg egy tizediket a szemközti falnál. Egy trónon ülve. Egy cilinderrel a fején. Nagyon jó. Bármiben különböznek a csontvázak, vagy mindegyik ugyanúgy néz ki. Gondolok itt a trónon ülőre. Csak annyi, hogy a trónon ülőnek egy cilinder van a fején. A többi az csak csontváz. Aha. Ilyen mágikus cilinder, vagy milyen cilindernek tűnik? Hát egy fekete cilinder. Jó, minden esetre én amint meglátom a csontvázakat, szeretném elhasználni az Armor of Agathist. Yep. Ahogy a páncélom, és így lényegében egész Damien, ilyen, olyan lesz, mint a mécshengye. Ilyen olajos folyik róla, ilyen fekete flöki. Jó. Olajos fekete lötyi. Igen, igen, de így nem lecsöpög meg ilyenek, szóval nem folyik ténylegesen, csak olyan, mint hogyha olajos lenne. Ó, kes. És nem a szexi olajos. Nem masszázs olaj. Nem, 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 olyan kőolajos. Jó.
Ahogy meglátom a csontvázakat, én meg annyit csinálok, hogy egy pillanatra így összeérintem a két kezem, és így nagyon halkan elmormolok valami olyasmit, hogy az esti ég volt, hogy van? Hogy az esti ég volt, leánya, kérlek, adj nekünk erőt, hogy elpusztítsuk az ellenségeidet. És elkasztolok egy blessed az elf csapattársaimra, akik Ambróziák, Damien, meg Draenor. Oké, a hármótok meg van áldva. Ez hol jelöljem? Hát én a tokenetekre teszek egy-egy ilyet. És... Damien? Azért neked nem csináltam ilyet még. Megoldjuk szerintem ezt avval, hogy ahogy ezt befejezi Varys, kicsit oldalra néz, és látja, hogy mindeközben, és már jóval előtte Sebastian elkezdett fókuszálni valamire nagyon. És egy becsukott szeme, és mormog valamit. És valami hasonló, kicsit ilyen fényes, sárgás fény jön ki a kezéből, és egy hasonló energia száll a maradék kettőre rá, meg Varysra. És én is elkezdtem egy blessed. Csak akkor legyen meg egy szó, hogy ki kire rakta. Jó. Jó. Oké. És felnézek, mondom, hogy hú, ez is sikerült. Ez eddig nem sikerült egyszer se. Copy-paste. Szép munka. És akkor indulásba felé, tehát csak egy percig tart. Igen. Let's go.